Álomszép otthon, velünk gyerekjáték. S plusz C Stúdió Kft. Szekszárd, www.sc-studio.hu. Augusztus 20-a, Tolna megye szerte megünnepelték az államalapítást. Avatás, a németség emlékeit őrző tájházat adtak át Kismányokon. Szalagátvágások, több fejlesztést egyszerre adtak át Nagymányokon. Bárka Fesztivál, jól sikerültek az új helyszínen megrendezett programok Tolnán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szentmisével és ünnepséggel emlékeztek államalapító Szent Istvánra augusztus 20-án Szekszárdon, a Béla király téren az esti tűzijáték előtt pedig egy különleges tánccirkuszi előadást láthatott a közönség. Áld meg ezt a kenyeret, mennyi áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődtek a Szent István napi programok Szekszárdon. A templomi áldás után az ünnepségen résztvevők együtt vonultak le a Szent István térre az államalapító király szobrához. Maga a létezésünk, a magyarságunk felér egy csendes diadallal. Gyurkovics János önkormányzati képviselő ünnepi beszédében hangsúlyozta, miközben a magyarság 11 évszázados győzelmét ünnepeljük, és lassan 3 évtizede visszanyertük szabadságunkat, most ismét védeni kell a határokat. A mai kornak én azt gondolom a legfontosabb üzenet az, hogy keresztény Európában egy keresztény erős országnak van létjogosultsága, és van jövőképe, és van jövője, és ez mindent meg kell tenni mindenhol, minden településen, minden kis közösségben, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani, hosszú távon fel tudjuk tartani, és ha ez szerint éljük az életünket, és ez szerint szervezik a közösségek életét, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem csak Magyarország, hanem az adott települések, kis települések, kisebb közösségek is hosszú távon fenn fognak maradni, és megfelelő alapot biztosítanak ahhoz, hogy gyerekeink majd ugyanilyen országban nőjessenek fel. Az ünnepségen a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete bukovinai egyházi énekeket adott elő, majd a résztvevő társadalmi, politikai és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat Szent István szobránál. A Béla király téren zajló ünnepi programok csúcspontját az esti Virtus tánccirkuszi előadás jelentette, mely a kortárs tánc és az underground cirkuszi világ ötvözéséből született, a programok sorát késő este tűzijáték zárta. Tolna megye más településein is megünnepelték az államalapítást, Tolnán arató felvonulással emlékeztek, Bonyhádon pedig átadták a Merész Konrád díjat. Pakson a Jézus Szíve templomban tartották az ünnepi megemlékezést, Szabó Péter polgármester beszédében kiemelte, ahogy Szent Istvánnak volt jövőképe, úgy a paksiaknak is van, különösen most az atomerőmű bővítés idején, azért viszont mindenkinek tennie kell a városban, hogy ez a jövőkép megvalósuljon. Nekünk itt most közösen egy olyan várost és a benne élők jövőjét kell megszerveznünk, ahol a közeljövőben a lakosság szám közel 50%-kal megnövekszik, ahol új óvodáknak, megújuló iskoláknak, új egészségügyi, szociális, kulturális és sportlétesítményeknek átgondolt, a város mindennapi életét segítő új közlekedési útvonalaknak, elektromosságra épülő tömegközlekedésnek kell néhány éven belül működnie. Az ünnepség végeztével megáldották, majd a polgármester megszegte az új kenyeret. A Völgységi Néptánc Együttes műsora gazdagította Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban megtartott Szent István napot. Filóné Ferenc Ibolya polgármester beszédében kiemelte, építeni nem csak nemzetállam szinten lehet és kell, hanem helyben, saját településükön is. Valljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, hagyományainkat, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápolnunk és óvnunk kell. Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet. Összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Az ünnepségen adták át a Merész Konrád díjat, amelyet idén Bischoff Tamás vehetett át példaértékű oktatói nevelő munkája, sokrétű, a közösség javát szolgáló szabadidő szerepvállalása elismeréséül. Bonyhád 2018-ban is meghirdette a Virágos Bonyhádért pályázatot. Az elismerő címet idén is több kategóriában ítélték oda azoknak, akik kertjük és utcafrontjuk ápolásával, virágosításával szebbé és rendezettebbé varázsolják környezetüket és ezáltal a várost. Megtelt a Nagyboldogasszony plébánia temploma szentmisére és kenyérszentelésre érkező bátaszékiekkel augusztus 20-án. Az ünnepi szentmisét ökumenikus szertartás követte a romkertben, ahol a katolikus és a református lelkészek megáldották az új kenyeret. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere ünnepi beszédében méltatta Szent István király elszántságát, kitartását, a magyar nemzet fennmaradásáért tett erőfeszítéseit. Én az uralkodói tevékenységének egy tényezőjét emelném ki. A meg nem alkuló munkát, az ország jelenéért és jövőjéért történő szüntelen küzdelmet. Kijelölte az irányt, hitt benne és követte. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen találkozott belső és külső ellenállással is, de sosem adta fel. Tolnán a régmúlt korokat idéző, látványos arató felvonulással ünnepelték az államalapítás napját. A felvonulás 18 éve hagyománya településen, az ötlet a helyi nyugdíjas szabadidőklub tagjaitól származik. Add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eredet és az örök életre szóló szent igényedet. A kenyér megszentelésére a római katolikus templomban került sor, majd az ünneplők a Szent István szoborhoz vonultak, ahol Berta Zoltán Tolna alpolgármestere arról beszélt, hogy nem elég csupán a szavak szintjén követni a Szent Istváni keresztény elveket, hanem azoknak a mindennapi tetteinkben is meg kell jelenniük. Mindannyian tudjuk, hogy ma is számos feszély fenyegeti a keresztény Európát. Megvédeni azt nem elegendő zászlót lobogtatni, kardot kivonni, hanem amint azt István is tette, várat kell építeni. Tolnán az augusztus 20-ai ünnepség a Szent István szobor megkoszorúzásával és ünnepélyes kenyérszegéssel ért véget. A Kismányokon élő és innen elszármazott németség összefogásának köszönhetően augusztus 20-a alkalmával nyílt a népcsoport tárgyi emlékeit őrző tájház. A több nemzetiségű településen rövidesen a székelység is megnyitja a saját portáját. Az avatón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, bár sok nyelven beszélnek ebben a hazában, mégis a közös értékek teszik gazdaggá Magyarországot. A Kismányoki Német Önkormányzat nemzetiségi kódusa teremtette meg a hangulatot az avatási ünnepségen. Az ünnepi megnyitóban Potápi Árpád János nemzetiségpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, többek között arról beszélt, több mint egy évezrede azon dolgozik a magyarság, hogy legyen egy olyan ország, melyet otthonnak nevezhet. Talán más a nyelvünk, mások a szokásaink, de a szenvedélyünk közös. Több mint egy évezrede együtt dolgozunk azért, hogy legyen egy olyan ország, amelyet az otthonunknak mondhatunk. Magyarország, amelynek fennállásáért hálát adunk Ógyallától Szabadkáig, Vancouvertől Sydneyig, a mi közös alkotásunk, abban benne van a magyarországi németek kezemunkája, áldozatkészsége és hite. Kismányokon 10 évvel ezelőtt már volt egy ideglenes kiállítás, azóta tervezik a helyiek, hogy őseik hagyományainak tiszteletére megnyitják a tájházat. Volt, aki adakozó volt, első szóra adtak, nagyon sok jellegzetes kismányoki pacskert kaptunk egy konyhaszekrényt, kaptunk különböző berendezési tárgyakat, és akkor úgy gondoltunk, hogy belevágunk. És most jutottunk el oda, hogy azt mondhatjuk, hogy a közönség számára már megnyithatjuk. Simon László, a település polgármestere örömét fejezte ki, hogy az elszármazottak minden jelentős eseményen hazatérnek, és közösen ünnepelnek az itt maradókkal. Készül egy székely porta is.
Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a német tájházzal, amit ma átadtunk, és amikor a Székelyporta elkészül, a Székelyportával együtt, én azt gondolom, Kismányok továbbra is élhető település lesz, ahol a székelyek, magyarok, németek, illetve svábok közösen együtt építik a falut, és együtt tudnak élni ebben a faluban. A felújított óvoda és a most elkészült piac mellett további három beruházást is átadtak a hétvégén a Nagybányoki Városnapján. A fejlesztések zömére a megyéknek szánt terület- és vidékfejlesztési operatív programból nyert támogatást Nagybányok. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, már zajlik a következő időszak előkészítése. Elfogult vagyok, de volna megy a legtöbb óvoda. A meghatódottságtól elcsukló hangon beszélt a városi intézményről Karl Béla, a Nagybányok polgármestere. Az óvoda épületének felújítására most 60 millió forintot költhettek, de nem ez volt az egyetlen épület, ami előtt szalagot vágtak át a Városnapján. Az idősek otthona 56 millió forintból újult meg, a helyi piacra 70 milliót nyertek, a művelődési ház belsejét pedig 20 millióból alakították át. A Hunyadi és Petőfi utcákat összekötő 300 méteres járdát viszont saját forrásból építették meg, mert mostanra az ilyen beruházásokra is futja Nagybányokon. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, újra vissza kell telepíteni az ipart, kőbányát nyitottunk, és minden olyan lehetőséget megragadtunk, ami valamilyen módon pénzt termelhetne Nagybányoknak. De hozzáteszem, hogy nem abba gondolkodtunk, hogy adót emelünk, hanem az adó az a 12 évvel ezelőtti szinten van, hanem inkább arra törekedtünk, hogy minél több vállalkozás, minél nagyobb létszámmal dolgozzon. Emellett pedig a pályázati lehetőségeket is igyekeztek kihasználni. A top források jelentős részét már kiosztották a pályázatok alapján Tolna megyében. A legtöbb helyen már zajlanak a munkák, és van, ahol le is zárultak a fejlesztések, úgy, mint Nagybányokon. A megyében azért már több helyen zajlott leátadó rendezvény. Ha csak a közelmúltban említhetem, Kaposszekcsön nem olyan rég került átadásra egy egészségügyi létesítmény, Szedresen már jóval korábban egy óvodát sikerült átadni, és sok más fejlesztés is megvalósult. A következő hónapokban ez majd felgyorsul, több olyan települési fejlesztés ér majd abban a fázisba be, hogy gyakorlatilag ezeket az átadó ünnepségeket meg lehet tartani. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, fontos céljuk a vidék fejlesztése és ezzel az elvándorlás megállítása. Olyan helyzetet teremtsünk vidéken, a kisebb településeken, hogy az emberek jól érezzék otthon magukat. Otthon érezzék magukat, megtalálják a lehetőségeiket, ugyanolyan feltételek között tudjanak boldogulni, mint a nagyvárosokban. Hogyha ez sikerül elérni, akkor fölértékelődnek a településeink épületei, ingatlanjai, munkahelyei, és akkor egy ilyen virágzó területet is láthatunk, mint például a Nagybányok. A jövőről szólva az elnök elmondta, a maradványpénzek kiosztására még egy vagy két pályázati felhívás megjelenik, konkrétumot még nem említett, de úgy tudjuk, hogy a bölcsődei férőhelyek bővítésére jelentős összegeket fordítanak majd. Idén is közös halászléfőzéssel ünnepeltek a tolnaiak a város legnagyobb nyári rendezvényen, a Bárka Fesztiválon. A Dunapart átépítése miatt a programokra ezúttal az egykori laktanyák területén került sor, a helyiek viszont ezt egyáltalán nem bánták. Fakanál nélkül rutinosan a bográcsot forgatva keverték meg a készülő halászlevet Tolnán. Volt, aki a helyszínen hasított össze a fát, mások a kényelmesebb gázpalackokat választották. Az egykori laktanyák udvarát hamar belakták a gyakorlott szakácsok és kísérőik. Új helyszín ide vagy oda, a legtöbben a már jól bevált recepttel készültek. Jó minőségű víz, megfelelő sózás, és hát a halnak a minőség az nagyon finom, vagy hát a nagyon fontos, hogy jó minőségű legyen. Tolna régen igazi halásztelepülés volt, ezért az itt élők nagyon büszkék a halból készült ételeikre, ugyanúgy, mint a Dunához kötődő hagyományaikra. Idén ezért első alkalommal sárgalábú napokat is tartottak a Bárka Fesztivál ideje alatt. Tolna történetéhez, Tolna történetének egy-egy eseményéhez kapcsolódóan egy-egy feladatot kell, egy játékot kell a csapatoknak végezniük. A szórakoztató és a gasztronómiai programok mellett a kultúra sem maradt el. A Magházban Mártonfai Dénes vidéki foci című fotótárlatát tekintették meg az érdeklődők. A megnyitón Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter, az MLS Tolna megyei elnökeként azt mondta, a képeken keresztül bárki rácsodálkozhat, hogy a futball nem csak egy népszerű sportág, hanem a mindennapi közösségi élet egyik fontos szintere.
itt találkoznak, itt ki tudják beszélni azt is, mi történt a településen, mi hogy van, mi várható, tehát nem csak a fociról szól. A Bárka Fesztivált idén a Dunapart felújítása miatt rendezték meg a Lovarda melletti területen. Appelszofer Ágnes, a város polgármestere azt mondta, a helyiek elfogadták az egy alkalomra szóló helyszínváltozást, és egy percig sem volt kérdés, hogyha más helyszínen is, de idén is megtartják a város legnagyobb nyári rendezvényét. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a múltat őrizzük, a hagyományokat tovább vigyük, hiszen úgy tudunk új dolgokat létrehozni, és úgy tudjuk a gyerekeinknek átvinni azokat a dolgokat, amik valóban értékesek. A Bárka Fesztivál egésznapos programjait este koncertek zárták. Regionális híreink következnek. Emléktábla-avatás. Halálának 35. évfordulóján Együd Árpád néprajzkutató előtt tisztelegte. Termelői árusítóhelyek, minőségi élelmiszerüzlet, új piac épül Bükkösdön. 10 kilónyi színarany, Pécsen láthatók a Nagyszent Miklósi kincs hiteles másolatai. Harmincöt évvel ezelőtt 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Együd Árpád. A neves néprajzkutató múzeológus dolgozott Csurgón, Marcaliban és Kaposváron, de Siófokhoz is kötődik a neve. Egykori lakóházánál emléktábla-avatással tisztelegtek munkássága előtt. Én valamikor néptáncos voltam Együd Árpád ideje alatt, és azokat a vidám próbákat, fellépéseket nem tudom elfelejteni, amíg élek. Határozott, de melegszívű emberként emlékeztek egykori tanítványai Együd Árpádra. A néprajzkutató 14 évig Csurgon dolgozott testnemelő tanárként. 1946-ban fiatal pedagógusként találkozott az akkor még diák Lengyelfi Miklóssal, akivel aztán barátok lettek, de munkakapcsolat is összekötötte őket, idézte fel a siófoki megemlékezésen az egykori televíziós szerkesztő rendező. Együtt dolgoztunk, televíziós műsorok forgatókönyv. Is. Írta, együtt írtuk a 77-es röpülypávának a somogyi epizódját, a somogyi búcsút is. Együtt csináltuk az Árpival, és ez a Dublini Nemzetközi Folklorfilm Fesztiválon is díjnyertes lett. Mint azt Lengyelfi Miklós mesélte, játszva tanította néphagyományokra diákokat Együd Árpád, aki felhagyva a tanári pályával 1970-től folkloristaként, néprajzkutatóként dolgozott. Az egyik alapítója volt a Balaton Tánc Együttesnek, vezette a Kálmán Imre Emlékházat Siófokon, majd dolgozott Marcaliban is. 1975-től a Megyei Múzeum igazgatóhelyetteseként tevékenykedett Kaposváron. Ekkor indult szakmai tudományos tevékenysége is. Vikár Béla után jó 70 évvel Somogy népművészetét kutatta ő is. És olyan kincseket fedezett fel, ami szóval még mai is kiadatlanok, és iszonyatos nagy kincsektől fosztjuk meg ezzel magunkat. Nem csak zenét vagy csak balladát gyűjtött, hanem mindent, ami Somogyban megtalálható volt. Ezért is különleges munkássága, idézték a siófoki ünnepségen, ahol jelen volt Együd Zsolt, Együd Árpád egyik fia is, aki otthon is magába tudta szívni a néphagyományok szeretetét. Igazából sikerült meglehetősen közel vinnie hozzá, de jó pedagógusként sosem erőltette. A lehetőség megvolt rá, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy itthon magánórákat vehettem Együd Árpádtól, és kaptam is. De aztán igazából sajnos a korai halála miatt, én 14 éves koromban veszítettem előtt, nem volt már lehetőség arra, hogy komolyabban belekezdjek a néptáncba. Együd Árpád egykori lakóházán ma már emléktábla is jelzi, ki élt a kis utcában. A Siófok térségi helyi érték egyesület kezdeményezésére állították a táblát, amelyet Együd Árpád halálának 35. évfordulója alkalmából lepleztek le és koszorúztak meg. 100 millió forintból épül Bükkösdön új piac. A pályázaton elnyert pénzből 12 árusítóhely, egy minőségi élelmiszerüzlet, parkolók és mosdók is épülnek majd. Mindez a település középpontjában helyezkedik el, a vasúti átjáró mellett. Itt jelenleg egy már használaton kívüli szolgálati lakás áll, amit hamarosan elbontanak. A tervek szerint jövő év őszére elkészülnek a munkálatokkal.
Ez az épület egy régi, már használaton kívüli szolgálati lakás Bükkösdön. Hamarosan azonban elbontják az ingatlant, ugyanis piacot építenek a helyére. Ezt a terület és településfejlesztési operatív program keretében 100 millió forintból valósítják meg. A polgármester elmondta, a fejlesztés kettős célt szolgál. Egyik részről a piac az egy helyi termelői piac módon fog működni, ahol szeretnénk fogadni a környékbeli településeken lévő és a bükkösdi településen termelő kis termelőknek az értékesítését. Ezt itt ingyen megtehetik heti akár több alkalommal, és árulhatják a portékájukat. Másrészt pedig egy olyan élelmiszerüzletet szeretnének létrehozni, ami nem csak Bükköst, hanem a környékbeli települések lakosait is kiszolgálja. Jelenleg a közbeszerzés kiírása zajlik, ezután pedig megkezdhetik a munkálatokat. Úgy gondolom, hogy az idei évben a bontás és az alapozás szintjéig el tudunk vele jutni, és a következő év tavaszán indul be a magasépítés, ami egy őszi átadással reálisan látható, hogy addigra el tud készülni. Jövő év őszén, tehát nyitni szeretne az üzlet. A tervek szerint 12 árusítóhely és egy körülbelül 150 négyzetméter fedett üzlet létesül a területen. Emellett kialakított parkolóhelyeket és mosdókat is építenek majd az új piac részeként. Munkaerőpiaci képzéseket indít ősztől a Baranya megyei kormányhivatal. A helyi igényekhez mérten a hiány szakmáknak megfelelő szaktanfolyamok ezek, mint például a villanyszerelő, de cukrász vagy eladó is lehet az a regisztrált munkanélküli, aki jelentkezik a járási munkaügyi központokban. A képzés ingyenes, sőt a jelentkezők még keresett támogatást is kapnak, az elhelyezkedésükben pedig szintén segítenek majd. Az elektrotechnikai ipar területén sikeres pécsi cégnél készültek ezek a felvételek korábban. Villanyszerelő végzettséggel itt, de bárhol a megyében hasonló cégnél bármikor munkát kaphatnak a szakemberek. Éppen az ilyen hiány szakmákban szervez képzést a Baranya megyei kormányhivatal ősztől. Szeptember-október magasságában fognak indulni ezek a képzések. Ezekre a képzésekre elsősorban azoknak a 25 év alatti fiataloknak várjuk a jelentkezését, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak, vagyis regisztrált álláskeresők a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain. Nem csak műszaki területre várják a jelentkezőket, összesen 5 szakmában hirdetnek képzéseket. Ez a cukrász, szakács, pincér, élelmiszer és vegyi árueladó, illetve a villanyszerelő szakma. Én azt gondolom, hogy mindegyik szakirány egy olyan végzettséget adhat az álláskeresők részére, amivel nagyon jó esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, mindegyik munkaerőpiaci igényen alapuló képzés, tehát a munkáltatók nagyon keresik ezekkel a végzettségekkel rendelkező embereket. A képzésekért nem kell fizetni, sőt, a jelentkezőknek még a havi megélhetésüket, az utazási költségeiket is fedezi a kormányhivatal. Minden pénteken ingyenes tárlatvezetéssel várják a látogatókat a Puszták Aranya, a Nagyszent Miklósi Kincs hiteles másolatai Pécset című kiállításon a Csontvári Múzeumban. 1799. július 3-án került elő Nagyszent Miklós határában a 23 darabos edény kincslelet, mintegy 10 kg-nyi színarany tárgy bukkant elő. Az eredeti lelet együttes Bécsben látható ma is. Az edényekből megismerhetjük a 7.-8. század művészetét, történetét, hitvilágát. Szegeden készültek a galvanoplasztikai másolatok, amiket szeptember végéig láthatnak Pécsen, péntekenként tárlatvezetéssel. Mi azért gondoltuk, hogy ezt kiegészítjük egy vezetéssel is, hisz így a látogatókkal szemtől szembe aktívan tudunk találkozni és beszélgetni arról. Itt most épp az előbb ide látogató kedves vendégeknek már adtam is feladatot, hogy figyeljenek, keressenek hasonlóságot, különbséget a különböző ábrázolások között, különböző edények díszítései között. Tehát így talán egy kicsit jobban föl tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy milyen izgalmas, milyen gazdag ábrázolással rendelkeznek ezek az edények, illetve milyen jelentős ez az egyedülálló kincslelet a magyar kultúrtörténetben. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Augusztus 20-a, Tolna megye szerte megünnepelték az államalapítást. Avatás, a németség emlékeit őrző tájházat adtak át Kismányokon. Szalagátvágások, több fejlesztést egyszerre adtak át Nagymányokon. Bárkafesztivál, jól sikerültek az új helyszínen megrendezett programok Tolnán.
Szerdán is folytatódik a hőség, a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokos hőségriasztási küszöböt, ismét kialakulhatnak kiskörzeteket érintő, frissítő helyi záporok, illetve zivatargócok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkelteti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!